Jó napot kívánok! Karcagváros önkormányzata, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepi műsorunkon. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Tisztelettel köszöntöm Csíkos Sándor színművész urat, Jászai Mari Díjas érdemes művészt, emeritus nagykunkapitányt, mai rendezvényünk szónokát. Tisztelettel köszöntöm Hodos Julianna asszonyt, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal karcagi járási hivatalának hivatalvezetőjét. Tisztelettel köszöntöm Kisné Sós Ágnes asszonyt, a Klebersberg intézmény fenntartó központ karcagi tanterülete igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm Pardi Sándor urat, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatóját. Tisztelettel köszöntöm körünkben Teleki Zoltán rendőrkapitány urat. Tisztelettel tolmácsolom dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője szívélyes üdvözletét, aki hivatali elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai rendezvényen, de megkért, hogy az ő nevében is szeretettel köszöntsem Önöket. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévő önkormányzati képviselőket, az intézmények, egyházak, hivatalok vezetőjét, képviselőjét, minden kedves jelenlévőt. És köszöntöm a kedves televíziónézőket, akik majd a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel rendezvényünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, hogy ünnepségünk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
kedves vendégeink! Január 22-e van, a kézirat tanúsága szerint 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a himnusz megírását, és erre az eseményre emlékezve 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A világ magyarok lakta tájain ünnepi műsorokkal, színházi előadásokkal, koncertekkel, irodalmi estekkel emlékeznek e jeles napon. Természetesen Karcagon is fontosnak tartjuk a Magyar Kultúra Napja ünneplését, így ma este itt a Déliné Kulturális Központban műsorral kedveskedünk mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat és velünk együtt ünnepelnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai rendezvényünk szónoka, városunk szülötte, Csíkos Sándor színművész, Jászai Mari Díjas érdemes művész, emeritus nagykunkapitány, aki köszöntő beszéde előtt előadja Kölcsey Ferenc himnusz című költeményét. Kérem, fogadják szeretettel! Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozált Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Gunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Zászlón gyakran plántál át vadtörök sáncára, s nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vár. Haj, de bűneink miatt gyúlt haragkebledben, s elsújtál villámidat dörgő fellegedben. Most rablómongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkaim oszmán vad népének, vert hadunk csonthalmaim győzetelmének. Hányszor támadt te fiad szép hazán kebledre, s lettél magzatod miatt magzatot habbetre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában. Szerte nézett, s nem lelé honnyárt a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön a lábainál, s lánteggel fölette. Vár állott, most kőhalom. Kers öröm röpkedtek, halálőrgés síralom zajlik már helyettek, s a szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnye hull árvánk hőszeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védő kart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá végeztendő. Megjönhötte már a nép a múltat s jövendőt. Kedves közönség, ahogy itt említette a bevezetőben, Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én azt írta a himnusz alá, hogy befejeztem 22-én. Nem tudom, hogy mikor fogad meg benne a gondolat, hogy ír egy ilyen tulajdonképpen imádságot. Lehet, hogy óév napján, amikor az ember visszatekint és összegez, hogy mit végzett el, mit hagyott ki, hogy alakult a sorsa az elmúlt esztendőkben, vagy talán az óév napján, vagy az újév napján, amikor hát mindenki előre tekint, a bizonytalanba, és imádkozik a jövőjéért, hogy szerencsés legyen, hogy egészséges legyen.
nem tudhatjuk. Minden esetre azt tudjuk, hogy ha január 1-én ez a gondolat foglalkoztatta, azt nem tudhatta ott a Szatmár csekei magányába, hogy január 1-én megszületik a Kiskunságban Petőfi Sándor. Így születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rognasága. Ez a város születésem helye, mint a Dajkán dalával mondta le. Most is hallom a dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő, hogy lejár, cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom, szedeketi a sok szép emléket, mint a mély, a világról a mézet. Minden régi kedves helyet bejár, cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak, közületek csak egyet is lássak? Foglaljatok helyet itt mellettem, hadd felejtsem el, hogy férfi lettem. Hogy vállamon 25 év van már, cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok fűzfasípot fújva, lovagolok szilaj nápparipán, bájogoz még lova, mindig kíván, megitatom, gyilovam, gyibetyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteri harangszó, elfáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz Dajkám, és az altatónóta hangzik ajkán. Hallgatom, s félállomban vagyok már. Cserebogár, sárga, cserebogár. Említettem ezt a dátumot, január 1-ét, de van még egy dátum, ami nagyon fontos a magyar irodalom szempontjából. 23-án, egy nappal később, hogy Kölcsey befejezte a himnuszt, 23-án Alsó-Sztregován megszületik Madách Imre. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 130-szor játszottam Lucifert. Az első Lucifer 1883-ban volt a tragédia ősbemutatója, és az első Lucifer Gyenes László Lucifer elődön, ha szabad ezt mondanom, 400-szor játszottam. Tessék elképzelni, ez valami iszonyatos szám, azt hiszem, hogy Európa szerte is vezeti az előadások számának a listáját. Én magam 130-szor játszottam el, nem játszotta ennyiszor Major Tamás, mert az 50-es évek elején Rákosi betiltotta a tragédiát. Tehát Lucifert idézni. Minden, mi él, az egyenlő soká él. A százados fas egynapos rohan. Eszmél, örül, szeret és elbukik, mint ő napszámát s vágyait betölti. Nem az idő halad. Mi változunk? Egy század, egy nap? Szinte egyre megy. Ne félj, betöltött célodat te is. Csak azt ne itt, hogy a sártestben van szorítva az ember egyénisége. Portested is széthul majd így igaz, de században újólag feléledsz, és nem kell semmit újra kezdeni. Ha védkeztél, fiatal bűnhödöl, közvédedet is ő benne folytatod, amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. Tehát ebben a kis monológiában Madách Imre tulajdonképpen
A folytonosságról beszél, ahogyan öröklődik a tudomány, a kultúra, a szokások, és azt mondja, nem kell semmit újra kezdeni, hanem meg kell tanulni a múltat, őszintén szembenézni a múlttal, és bizakodással nézni a jövőbe, mert hiszen a tudás, amit őseink szereztek, az itt van bennünk, csak művelnek. Körülbelül ezt álltam bevezetőnek, ezt a kis idézeteket, és azt szeretném most néhány szóban említeni, hogy mi is a kultúra tulajdonképpen. Azt írják a tanulmányokban, hogy a kultúra az a művelés szóból származik, eleinte a földművelést jelentette, és ez hát ugye hozzánk igencsak közel áll, hiszen Karcag jó szerint a földművelésből élt, és ez szabta meg az embereknek a szokásait, és azt is mondanám, hogy az erkölcsét, hiszen itt, ha tél van, akkor nagyon tél van, hogyha nyár van, akkor nagyon nyár van, és a munkákat, amik a földdel és az állatokkal kapcsolatosak, azokat mindig el kellett végezni, tehát ez a táj, ez rendszerességre nevelt, ez a paraszti erkölcsöt adta nekünk, azt, hogy a felvállalt munkát azt el kell végezni, hogy meg kell tanulnunk a múltat, hogy kötelességtudással kell rendelkezni, tisztelni kell az ősöket, és dolgozni kell, és bizakodással tekintni. Persze, miről másról is szólhatnék, mint arról, hogy az én személyes élményeim, meg a családom élménye hogyan kapcsolódik a karcagi kultúrához. De először talán Csokonai Vitéz Mihályt idézném, aki többször járt Karcagon, bizonyára ismerős a történet, de hadd idézem most. Mégis többször járt Karcagon, ment a Dunántúlra, vagy jött, vagy Pestre ment, és megjött, és itt Varró ügyvéd házánál ugye mindig megszállt. Nagyon szerette a borocskát, és azt írják a életrajz írói, hogy talán több hetet is, egy-két hetet is eltöltött itt Varró ügyvéd úr házánál, aminek a helyét most egy tábla jelöli, a Varró utcán, amit Györfi Sándor alkotása. Csokonai így ír. Úgy is lett, megláttam végre azt az áldott Karcagot, hol a Kun a szép térségre halmoz, sok száz asztalt. Itt hosszas törődésemnek egy kis pihenése lett, vidém egy jó embernek házához a tisztelet. Akit régi jó tétéért, lelke mindig tisztelet, e mostani szívességért. Tegyen jót az ég vele. Varró ez, a szíves Varró, kit bármi jó verselő, bármi festő és hímvarró, jól nem adhatna elő. Elég, hogy kik az országba tiszta szívet kérdenek, csak Karcagra, a Kunságba, Varró úrhoz jöjjenek. Mert ki egy kis tartományba keresztül menni talál, közemberbe, kapitányba termés Kun szívet talál. Éljenek ősök fortáin soká az íj emberek, kiknek íj fáin és híres mind szívek, mind kenyerek. Köszönöm a nyugvószállást, tisztelt Varró. Köszönöm a karcagúi szállást. Ez is egy jó ösztönöm. Egy anekdóta is fennmaradt Csokonairól, amit, hogy őt is megemlítsem, Körmendi Lajos barátom írt le. Tehát ott borraszkatnak a Varró utca elején a jegyző úrnak a házában, és hamarosan meglobbant a gyertya lángja. A madarasi jegyző nyitott be,
mindjárt maguk közé ültették, és az egészségére emelték poharokat. Szót követett, és a szomszédvár hivatalos emberét indítálására szánkóra ültek néhány. A költő is közöttük volt. A nagy testű varró uram bundáját adták rá, hogy meg ne fázzon madarasit. Csillagokkal dúsan hímzett égbolt borult feléjük. A véznafák vacogtak a néptelen utcán. Csilingelve csúszott a szám tovább, nyargaltak a lovak a város széle felé, vígan volt a társaság a nagy hidegben, pedig cinkét fogott a poéta orra is. Ekkor a szánkó talp egy nagy rögre futott, ami megdobta a járművet. Csokonai lerepült a szánkóról, beleesett a mély hóba, és csak nézte, hogy hogy futottak tovább a lovak a vidám társakkal, akik nem vették észre a költő váratlan és gyors távozását. A legátus bizony alig tudott felállni a nagy bunda súlya alatt, és alaposan megizzadt, míg hazacipelte a hatalmas ruhadarabot Varró úr házához. Aztán pedig borral vigasztalta magát. És hogyha a karcagi irodalmi emlékeket idézem, akkor úgy gondolom, hogy nem hagyhatom ki Zábor és Ágota történetét, ezt a Kun eposzt, amit egészen a két világháború között is még tanítottak. Az írója Új Péter, karcagi jegyző. Nagyon szellemesen és nagyon eredeti módon, majdnem, hogy Arany János kortársaként írja meg ezt az eposzt három fogásban. A három fogás azt jelenti, hogy mennek a hortobágyi hídi vásárra, és háromszor kell befogni tulajdonképpen a kocsiba a lovakat, míg elérnek. Az első fogás Karcagtól Nádudvarig, a következő fogás Nádudvartól Szoboszlóig, és a harmadik fogás Szoboszlótól Hortobágyig. Akkor az út tehát nem Püspökladány felé vezetett, azért, mert a Püspökladánytól karcagi határban lévő rész az akkor még a Sárétnek a felső nyúlvána volt, tehát nagyon zsombékos, vizes, tehát nagyon veszélyes is volt, aki nem ismerte, hiszen csak azok a vízi emberek ismerték, hogy a lápnak a törvényeit, akik jól ismerték ott a járást. Hát Györfi Sándor vagy Györfi István írja a nagykorsági krónikában, hogy sokszor oda menekültek a karcagiak a török vagy a tatár dúlás elől, mert aki utánuk szaladt, az elsüllyedt a mocsában. Tehát három fogás az, ami felosztja ezt a kis eposzt. Első fogás Karcagtól Nádudvarig. Locskos az idő, nagy a sár, a ló benne nehezen jár. Vízzel tele minden ér, bizony nehéz a szekér. Debrecen messze van ám még, ma Nádudvar untig elég. Holnap bevergődhetünk, ha egy kicsit sietünk. Te tám még itt nem is jártál. Nem tudod-e földet, hol áll ez a Zádor érmenése, kőhídja és töltése. A szép Zádor halma itt ez, melyet erdő környékez, és messze még amoda, előttünk Szent Ágota. Kápolna volt rajta régen, most puszta domb. A térségen róla az ember meglát 4-5 helységnek a tornyát. Az, hol száraz, hol vizes lágy, és sással benőtt Hortobágy, alatta foly hídjával, derék fogadójával. Balra asszony szállás állott, most csak a telke látszik ott, s a bujaföld dudvái közt a templom téglái. Ott az őzes és a disznórét, melyet ma már Karcag szánt vét, tengernád és süppedék volt, amíg rendbeszen nem szedett. Zádor az egy Kun ifjú, és Ágota pedig egy Kun leány, azt hiszem, hogy nem kell ezt külön kihangsúlyozni. A történetet nem akarnám mostan nagyon részletesen elmesélni, inkább arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy
milyen szellemesen, és az is kitűnik ebből az idézetből, hogy milyen nagy műveltséggel rendelkezett Új Péter, hogy a világirodalom nagy leánya alakjaihoz hasonlította Ágotát. Tessék csak meghallgatni. Mert leírni milyen vala, ez a földnek kun angyala, nincs erő, nincs mesterség, nyelvi, elve, szűk még. Kisfaludi szép kínzója és utóbb boldogítója, Csokonai lillája, Petrárka laurája, hozzá csak közelítettek, de másai nem is lehet. Így képek csak isteni kéz tudott teremteni. Fidiásznak mester keze vésővel, amit képezett, Appellész, amit rajzolt, hozzá képes, semmi volt. Hazám derék asszonya, válogatott leányai, érdemét nem tagadom, becsületét megadom. Szépek ők, jók, félangyalok, értem magam, élek, halok, őket én bár titkolom, tisztelem és csókolom, de egy dicső Madonnához, mint Izsóba nagy pálmához csak úgy hasonlítanak, ebben megbocsássanak. Ágota és Zádor, méltó pár, a reáltott boldogság vár, azt egymástól várjátok, másút hol találnátok. A sok hányattatás után végül is Zádor elmegy, Szent László királlyal elmenne, Szent László királlyal a Szentföldre, de a király meghal, Szent László ott Váradon, és Zádor így hazajön. Egy rossz ember, Turgony, az halálhírét költi, elég az hozzá, hogy végül is megoldódik a dolog, Zádor elindul Turkerébe, és így ír erről Új Péter. Azonban halad a szekér, a turkevi határba ér. Ágota feltekint, és meglepi egy jelenés. Mert ím lobogó zászlókkal, szép bokrétás lovagokkal, muzsikával, robállyal, vidám lármás kabajjal, sok lójutt a porfellekben, nagy lakodalmi seregben nyargal szemközt egy násznék, közülük Zádor kilép. Zádor testestől, lelkestől, felismerve a jegyestől, már egymáshoz ugrottak, és ott egyé forrottak. Egyé forva, mit érezhettek? Ez az, amit nem festhetek. E mennyei képre már az én esetem. Kontár. Egyé forva, összeülve, egy édenbe bemenülve, a szép pár kevibe ér, kit a násznép bekísér. A karcagi hírességeket talán elsőként Györfi Istvánnal idézném, és felolvasok egy méltatást egy tanulmányból. A magyar nép tudósa volt. Szeretném így is mondani, a magyar nép lett tudóssá benne. Így és Gyulának ezek a sorai Györfi Istvánról, a magyar néprajz legnagyobb hatású egyéniségéről, karcagszőttéről szólnak, aki tudományos munkásságának javarészét az alföldi parasztság kultúrájának feltámasztására áldozta. A szaktudomány keretein túllépő művelődéspolitikai tevékenységével pedig a népi kultúrának a nemzeti művelődésbe való beépítésére törekedett és evégett az egész nemzetét a néphagyomány megbecsülésére növelte, késztette. Györfi Istvánhoz hogyan kapcsolódik az én családom története? 1930-ban jelent meg a Cifrasius című tanulmánya, amit színes betétekkel látott el, és ebben egy fejezetet szám a hunhímzésnek. Úgy kapcsolódik ez az én családomhoz, hogy édesanyám, aki a Karcagi Népművészeti Házipari Szövetkezetben dolgozott, tanulmányozta ezt a hunhímzést,
minden mintát eredetibe másolt le, és kiszúrta, hogy ezt akkor csinálni kellett, és ezt nagyon-nagyon sok helyen varrottak az asszonyok. Egy nagyon fontos momentumot említek itt meg. Ez az 1970-es, 80-as években, amikor a népi kultúrának nagyon nagy jelentősége volt. Miért? Azért, mert a proletár internacionalizmus be akar darálni minden nemzetet és minden embert valami közösségbe. Meg akarta szüntetni a múltját, a kultúráját, meg akarta szüntetni, hamisítva, elferdítve tanította a történelmet, ugyanazt a logikát követve, hogy akinek nincs múltja, annak nem nagyon van jelene, és akkor azt lehet vele csinálni, amit tulajdonképpen akarnak. És ekkor a önvédelemképpen, önvédezésképpen a nemzet a legjobbak Csóri Sándortól kezdve a Sebő Ferenc, stb. Abban látták az önmegvalósításnak az útját, az önmegmaradásnak az útját, hogy felélesztették a népi kultúrát. Ekkor kezdődtek a táncházak, ekkor kezdődött a fazekasságnak a nagy kultúrája, a nagy divatja, ugye Kántor Sándor bácsi ekkor kapott Brüsszelbe aranyérmet, és kapott aztán Kossuth díjat is. Tehát ez egy nagyon nagy feltörekvő korszaka volt a magyar népi kultúrának. Hát én nem tudtam, hogy itt vannak ezek a nagyon szép hímzések. Egy eredetit elhoztam anyámnak a hímzéséből, egy eredeti hímpárnál. A múzeumban benne megvannak ezek az eredeti párnák. Érdekességképpen megemlítem, hogy a Nagykunság és környéke népi építészete című tanulmányában a Sántaház le van fényképezve, a régi tornácos, oszlopos Sántaház. Most egy másik hírességre, Karcag egyik jelentős személyiségére térnék át, Szűcs Sándor bácsira. Szűcs Sándor volt Györfi István legjobb tanítványa, és a Karcagi Múzeum igazgatója. A Karcagi Múzeum akkor a Horváth Ferenc utca végén volt, a másik végén, nem a gimnázium felőli végén, hanem a másik végén szemben az első emeleten. Én akkor 13-14 éves voltam, és egy nagyon kedves ismerősünk, bátyámnak a barátja, Hátót Imre tanár úr beajánlott engem Szűcs Sándor bácsihoz, hogy hát, hogyha ez a gulák téma téged akadályozni fog, akkor legyél néprajzos, abba talán nem kötnek bele. És én jelentkeztem Szűcs Sándor bácsinál, és nagyon szívesen fogadott, egy roppant kedves, alkszavú, mosolygós, nagyon-nagyon kedves ember volt. És gyűjtöttem is neki talán 100-valahány közmondást, és elküldött Vákánt Lőrincnéhez. Vákánt Lőrincnéről azt kell tudni, hogy ő fiatal lány korában még tanulja volt Jókai követté választásának, helyesebben Jókai hát kudarcának itt. Az történt ugyanis, hogy Jókai Mór jelöltette magát a kormánypárt, függetlenségi párt képviseletében képviselőnek, de volt egy 48-as párt is. A KUNOK, mivel hogy a szabadságukhoz ragaszkodtak, és nem akarták, hogy a
az ellenfél győzön, leszavazták Gyókai Mórt, és nem csak, hogy leszavazták, hanem megdobálták rothadt paradicsommal, zártojással, stb. Úgyhogy Gyókai a hídon úgy menekült el a kisújszállási úton, hogy ezeket a inzultusokat el kell szenvedni, és hát ritmusokat kiabáltak neki. Itt például azt, hogy madarász a mi követünk, Gyókai nem kell nekünk. Hát, hogyha megengedik, akkor még, mivel hogy magyar kultúra napja van, hadd mondjam el eddig kedves versemet, amit a magyar költők, mai magyar költők a 10 legszebb magyar vers közé szavaztak be. Kosztolányi Dezső, Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem mondnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyon. Csak forgolottam dühösen az ágyam, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan mered rám, izgatta szívem 40 cigarettán, a fekete, meg másikul is, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok a szobámban le, föl, ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézek. És amit botorkálok ott, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is mondjam, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott innen a Lokodi utca, ahol lak. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe, csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borúk el. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a kedvedsz. Egy kertő óra átketek a csöndből, sántítva vattak, nyomban fölcsorompöl, és az alvóra szól a harsány riasztó. Ébredj a valóra! A ház is alszik, holtan és után, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, és nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat. Fönn, barát, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt egészen úgy, mint hajdanában rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely írkálta szét volt. És a csillagok lélegző lehetnek, csendesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, meg a hidegek előzik. Kimondhatatlan messze odaáll, ők, akik nézték Hannibál hadát, és most néznek engem, aki ide este, és állok egy ablakban, Budapest. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szány suhant felette, és felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is kelemet. A csillagok sziklázva észrevétlen meg-meglibettek, és távolban roppant fénycsóba lobban,
Egy mennyei kastély kapja tátagolt körötte lángú, valami rebben. Oszolni kezdett a vendégsereg felé. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a páré. Künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az én óriások, a báltelem hatalmas glóriásom. S mozgás, néha csilingelés, csodás, halk, női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsit ért ki a bál. Egy csipke fátyva látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze képlő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, behintve fényel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajára tűzi, és az álomnál csendesedve egy könnyűske, egy arraringó, könnyűske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolya lebben, aztán amíg vad paripáig futnak a farsangosor lángoló terútnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkoljuk felsziporka. Szálltátva álltam, s a boldogságtól fel-fel kiabáltam, az égbe bálva, minden este bálva. És csak most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körülteni a véletet. Véletlen maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél itt ezen a földön? Mit kopott regéket? Miféle ringyók rapságába estél? Mely kézirat fotont a zsabtenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az esti? 50. Jaj, 50 éve. A szívem visszatöbbe. Alattyaim is itt egyre többe. 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes, égi szomszéd, ki látja, hogy a könnyen mind morzsolok szét. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmi behinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve úrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki hol van, annak, kit nem leleg se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban a lelkek és göröngyök közt batoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Ha karcagi hírességeket idéztem, hadd idézzem Gál Lászlót, akiről ugye biztosan tudják, hogy a gimnázium tanára volt, és aztán pedig a Debreceni Egyetem filológus professzora, nagy iráni kutató és perzsa kutató, és ő fordította le először az Omárkáján Robajátot és Firdausznak Sáhnáme című költeményét. Ebből szeretnék most részletet, két részletet felolvasni. Az értelem dicséret. Az értelmet itt kell dicsőítenem. Ó, bölcs szólni ma erről én nekem. Beszélj hát, s amit tudsz, közöld most velünk, hogy hallgatva attól üdüljön fülünk.
az észnél nagyobb jót nem áll Istened. Ezt kell mindenkinek dicsőítened. Szíved felderít, a járható utat áld, kézen fogva visz át, két léten áld. Öröm tőle van bánatod. Ha vesztesz, ha nyersz, mind az észtől kapod. Ó, értelme egyszer sötétbe dűl, az ember kedélyén örök bánat ül. Ha erről beszél a tapasztalt derék, beszédén újulást nyer a bölcsesség. Ki a józan ész ellen azt tudva vét, saját tette által szívét tépi szét. Örökké vezérjeljen ész értelem, hogy így, ami rossz, tőled távol legyen. A bölcsek szavával keresd utadat, írd járd a világot, s taníts másokat. Ha hallottad sok tudósnak szavát, de akkor ne nyugodj, tanulj csak tovább. Ha látásodat tannak ágáig ér, értsd meg, hogy homályban maradt a gyökér. Nagy megtiszteltető számomra, hogy itt fogok, de sajnos el kell mennem, mert a Magyar Kultúra Napján a Debreceni Csokonai Színházban is van egy ünnepség, és ezt még el kell érnem. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon köszönöm még egyszer a meghívást polgármester úrnak és mindenkinek, és ha legközelebb alkalom adódik meg, szívesen jövök. Jó egészséget kívánok! Köszönöm Csíkos Sándor művész úr előadását és ünnepi gondolatait. Úgy gondolom, hogy mindannyian gazdagabbak lettünk lélekben az elmúlt percektől. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Déréné Kulturális Központban, és itt egy gyönyörű szép díszlet előtt állunk Gulyás Ferencnével, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetőjével. Készülődés folyik itt mögöttünk a színpadon, óvónénik jönnek le, rendezgetnek még, hiszen a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Madarász Imre óvodás sok óvónénik és óvodások adnak műsort. Mi is ez a műsor pontosan? A Magyar Kultúra Napja alkalmából egy nagyon összetett műsorral készültünk, hiszen az intézményünkben a tehetséggondozás évekre visszanyúlik. Ebben az évben a zenei tehetségműhelyek és a kézműves tehetségműhelyek összefogtak egy közös projektben, ami a kultúra átörökítését, a hagyományápolást célozta meg. Ennek a programnak, ennek a projektnek a gyümölcse ez a mai napi műsorszám, hiszen ahogyan ők dolgoztak az idő múlásával, egyre inkább azt vették észre, hogy a hagyományok átörökítése, a magyar kultúrához kapcsolódó értékek ebben a programban szinte minden megjelenik. És így a tehetségműhelyek, a zenei tehetségműhelybe járó gyermekek, az intézményünk kamarakórusa, az intézményünk tánccsoportja, így közösen fognak föllépni, és zenei előadással, valamint egy mese előadással, amely átszövi az egész ünnepi műsort. Akkor ezt a csodafát mindenki nagyon várja. A díszlet is nagyon szép, gondolom, hogy ez is óvónénik által készített. Igen, a műsor címe a Csodafa, és hát ehhez komponáltak meg a forgatókönyvíró író kolléganőim, akik megálmodták ezt az egész műsort. Péter Lászlóné Editke és Molnárné Győri Erika a kiváló óvodapedagógusok, akik tehetségműhelyvezetők, és a programok a gyermekekkel való foglalkozás közben megálmodták ezt a műsort, meghívták
a műsorba a Gyöngyvirág néptánccsoportunkat, a Kun Rózsa kamarakórusunkat, és Tóth Istvánné Mártika Ovó nénit mesélőnek, és ezt a szép hátteret és a népi hangszereket, ami majd az előadásban meg fog jelenni, azokat pedig két kézműves tehetségműhely vezető óvodapedagógusunk, Vadainé Boros Bea és Szabó Renáta, és az ő csoportjaikba járó gyerekek készítették és alkották. Akkor azt gondolom, hogy ez egy több hetes előkészület volt, mire egy ilyen kerekre összeáll minden. Ön már azért a próbákban biztos bepillanthatott, tehát tudja, hogy miről fog szólni. Mi még érdeklődéssel várjuk, de azt hiszem, hogy ez azért is érdeklődésre tart számot, mert ilyen még nem volt. A programot, ahogy mondtam, a zenei műhelyek alkotói álmodták meg. Októberben már elkezdődtek a gyerekekkel azok a foglalkozások, amelyek a magyar kultúra egy-egy elemét, a hagyományainknak egy-egy örökségét a gyermekek felé megmutatták, hiszen az óvodáskorú gyerekek, az óvodáskorosztálynak azért külön át kell dolgozni ezeket a programokat, hogy közel vigyük hozzájuk, hiszen oly sok szép értékünk van a magyar kultúránkban, és mi óvodapedagógusok nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk azt, és érezzük, hogy az óvodáskorú gyerekek életében, mindennapjaiban meg kell, hogy jelenjenek ezek a kiemelkedő értékeink, és így megjelennek a mindennapokban, a tehetségműhely foglalkozásokban pedig különösen nagy hangsúllyal. És így ez a két műhelyhez kapcsolódva a tánc, a néptánc, ami egy nagyon értékes és nagyon olyan eleme az óvodai nevelésünknek, ami a gyerekekkel való foglalkozásban is, de az óvonők tevékenységében is megjelenik, valamint az ének. Hát az éneknek, az éneklésnek a hatásáról, arról azt gondolom, hogy valamennyien tudjuk azt, hogy a gyerekekre micsoda hatással van az, hogyha zenei és ének hangot hallanak. És ezt nagyon fontosnak érezzük és gondoljuk, és itt most a mai napon még mindez színesebbé fog válni azzal, hogy az intézményünkben vannak olyan óvodapedagógusok, akik zenélnek is. És még ez színesíteni fogja a mai programot. Érdeklődéssel várjuk, és akkor reméljük, hogy sok-sok hasonló alkalmon találkozunk még. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mi is az érdeklődést! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, fogadják szeretettel az ünnepi műsort, amelyben közreműködnek a Madarász Imre Egyesített Óvoda pedagógusai és óvodás gyermekei. Megköszönöm Gulyás Ferencné intézményvezető asszonynak a következő sorokat, amelyben tájékoztat bennünket arról, hogy hogyan is készült ez a mai előadás és kik szerepelnek benne. A Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményben 2006 óta működnek tehetséggondozó műhelyek, melyek száma folyamatosan bővül. 2013-ban elnyerték az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Az óvónők a pedagógiai programjukban és az óvodai élet mindennapjaiban nagy hangsúlyt fektetnek a helyi hagyományok megismerésére, átörökítésére, népi kultúránk ápolására, és mindemellett a hungarikumok tartalmi elemeit is beépítik a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Mai műsoruk címe a csodafa. A csodafa szimbolikus értékű, a népi kultúra, néphagyományok megőrzésének és átörökítésének jelképe. Gyökerek nélkül nem élhet, ha ápolját, kivirágzik. Virágai a boldog gyermekarcok. Ezt a fát ebben az évben négy tehetséggondozó műhely gyermekei és óvodapedagógusai ápolják. A műsorban fellépnek a Jókai úti óvoda tútoló, a Kinizsi úti óvoda szivárvány zenei tehetségműhelyekbe járó gyermekek, a Kun Rózsa óvonői kamarakórus, valamint a Gyöngyvirág óvonői néptánc csoport lelkes tagjai. A dúdoló zenei tehetséggondozó műhely vezetője Molnár Né Győri Erika, a szivárvány zenei tehetséggondozó műhely vezetője Péter Lászlóné óvodapedagógusok. A díszletet és a népi gyermekhangszereket a Kinizsi úti óvoda karás szeruza és a Kuten úti óvoda karkötő térbeli vizuális tehetséggondozó műhelyek készítették Szabó Renáta és Vadainé Boros Beáta óvodapedagógusok vezetésével. A műsort megálmodta, a forgatókönyvet írta,
A zenei anyagot összeállította Molnárné Győri Erika és Péter Lászlóné szakvizsgázott óvodapedagógusok, tehetségműhelyvezetők. A Kun Rózsa óvónői kamarakórust Nagyné Varga Csilla, a Gyöngyvirág óvónői néptánc csoportot Kunni Nánási Mónika vezeti. Hangszeres játékkal közreműködik hegedűn Molnárné Győri Erika, citerán Tóth Istvánné, klarinéton Váhi Nagy Tímea, fuvolán Vadai Viktória óvodapedagógusok. Mesélő Tóth Istvánné, többszörös prózamondó verseny díjazottja, a Jókai úti óvoda óvodapedagógusa. Én nagyon kíváncsian várom a műsort, fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel. Álmot láttam. Álmodtam egy csodálatos fáról, amely olyan nagyra nőtt, hogy szinte az égig ért. Édesanyám, és ennek az álomnak van jelentése? Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Édesanyám, hol állt ez a fa? Hát úgy emlékszem, hogy egy nagy kertke. Menjünk ki a kertbe, gyere! Egyszer volt egy király, Istvánnak hívták.
erős, összetartó országot szeretett volna. Amikor megkoronázták, megfogadta, hogy a népinek hitet, reményt, hazát teremt. Kérte is a Jóisten, segíts ebbe a nehéz munkába. Hagyományokat, jelképeket, kultúrákat teremtettek, ami összetartotta a nemzetit, gyökeret verve az emberek szívébe. Sok-sok esztendő, évszázad eltelt azóta. Törzsin keresztül, az ágain át viszi tovább azt a kultúrát, ami a gyökérből egy hatalmas nagy csodafává nőtt ki. Mára már levelei, virágai is hajtanak. Ezek jelképezik a magyarságunkat, és így örökítve át nemzedékről nemzedékre a kultúránkat. Ahhoz, hogy ez a fa termést hozzon, éggyűrűn is sokasodjanak, nemzedékről nemzedékre ápolni kell, gondozni, táplálni. És a legfőbb táplálék ehhez a szeretet, az összetartozás, az emlékezés és a tisztelet. Mert csak így öröklődhet át mindaz, ami a gyökerekben ott van. És amikor öreg anyámmal sétálgatni mentünk, azt meglátott valami szép, különleges fát, mindig megállt előtte, azt elmondta a következőket. Kerek egy ég alatt, kerek egy istenfa. Kerek istenfának szép 12 ága. Szép 12 ága, 52 levele. 365 levele. Mindenki ismeri, mindenki látja, mégse tudja senki, hogy mi is ez a fa. Sok dolguk volt az embereknek ilyenkor. Lábas jószágot béhajtották a legelőkről, meg hát otthon is be kellett takarítani a termést. Kezdődött a szüret. Itt van, hagyjuk, szállj, jó! Szüret, venni, volna jó! Hajnal, bió, szeretettel, iskolságunk!
hallgatsz egy kis muzsikálásra, olyan jó ízűen dobtátok. Yeah.
szőrű. Hát, dolgos, szorgos nap van mögöttetek, gyermekeim. Hát úgy megfúg benneteket a szél is. Olyan színpirosak lettetek. El is fáradtunk, édesanyám. Réges régen, amikor még
Noé apám unokái megépítették vala Bábel tornyát. Az annak összedülte után nem tudták többé megérteni egymást, mert az önzés, az irítség egyre jobban elhatalmasodott rajtuk. Akinek rest volt, nem tudott olyan szép házat építeni, az irigy volt arra, akinek szebb háza volt. Aki nem művelte meg a földjét, az meg irigyelte azt, akinek szebb búzája termett. Amikor már az irítség meg az elfogultság egyre jobban kezdett elhatalmasodni az embereken, akkor megszületett belőle a gonoszság. Les lopni kezdett. Így kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat. És mikor már megelégelte az Úristen, akkor egy szép napon az égbe, az emberi világra rászabadította a sötétséget, meg a hideget. A nap eltűnt az égről, a vizek béfagytak, a rabló földje nem termett többet semmit a rabló földön. Nagy fázás, éhezés, pusztulás következett ebből az egész emberi világ számára. Amikor már közeledett a nap, hogy az emberi életnek teljesen el kellett volna múlnia a földről, akkor az Úristen maga mellé intette legkedvesebb angyalát, a világosságot, azt mondta néki: elég le, hűszolgám, nézz körül a földön, ami gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgáld meg minden ember, asszony, gyermeket, és akinek a lelkében még tanálsz egy picinke jóságot, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, és ha csak egy picinke világosságot látok rajta, megkegyelmezek az emberi világnak, és megváltoztatom az ítéletet, amit kirobtam rája. Ezt mondotta az Úristen, és a világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg, mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, és akinek még akadt egy darabka szárazra fagyott kenyere, az elbújt véle a pincék mélyére, hogy ne kelljen megoszta mással. Akinek még tűz égett a kemencéibe, az fegyverrel őrizte szobája meredik a megfagyótól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem tanált abba semmi, egy fikarcnyi jóságot sem. Elindult a városból kifelé, és ahogy a dűlő úton haladt fölfelé a hegyek irányába, egyszer csak összetanálkozott a sötétségbe egy emberrel, aki egy döntött fát húzott magával kínlódva. Kiéhezett sovány ember volt, és csak szakadt rongyok borították a testét, de csak húzta, vonszolta magával azt a fát, bár maga is majdnem összeroskadt már a gyöngeségtől. Minek kínlódsz ezzel a fával? Kérdezte meg az angyal. Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette. Jaj, lelkem, nem tehetem én, azt mondta az ember. Asszonyom, s kicsi fiak vannak otthon, akik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy nem tudnának idáig eljönni. Haza kell vigyem nékik ezt a fát, még ha bele is pusztulok. Az angyal megsajnálta az ember, segített néki a fával, és mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszeriben ott termettek a sárgón rakott kunyhónál, ahol a szegény ember élt. Az ember tüzet rakott a kemencébe, és egyszeriben meleg lett tőle a kicsi ház. És még egy sápatra éhezett asszony és egy didergő kisfiú odaültek a kemence mellé melegedni. Az angyal meggyújtott egy gyertyát a szegény ember szívében, mert jóságot talált abba. Édesanyám, éhes vagyok, nyöszörötte a gyermek, és az asszony bélyút rongyai közé, és elővette egy darabka száraz kenyeret, letört a sarkát, és oda nyújtotta a gyermeknek.
Miért nem eszed meg magad a többit, mondta az angyal. Hisz magad is olyan éhes vagy, hogy ma holnap meghalsz. Az nem baj, ha én meghalok, felelte az asszony. Csak legyen mit egyéb a kicsi fiam. És az angyal azon nyomban meggyújtotta a második gyertyát, és oda helyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott a kenyérből egy kis sarkot. Aztán azt mondta, édesanyám, áthozhatnám két kis játszótársamat a szomszédból. Ők is éhesek, és nincs tűz a házukban. Megoszthatnám végleg ezt a kis kenyeret, meg a helyet itt a tűz mellett. És az angyal meggyújtotta a harmadik gyertyát, és odaadta a gyermeknek, aki boldogan szaladt ki a gyertya fényével a sötét éjszakába, hogy fénye mellett oda vezesse kis fájtársait a tűzhöz és a kenyérhez. És pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, amikor az Úristen alánézett a földre, és a nagy-nagy sötétségben meglátott három picinke, pislákoló gyertyalábot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégiscsak talált a földön jóságot, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megkegyelmezett a földnek. Visszaparancsolta a napot az égre, és így megmenekült az emberiség. De azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket, hogy a gonoszság útja hová vezet. Ezért ősszel a nappalok egyre rövidülnek, és a sötétség minden este egyre hamarabb száll alá, és minden reggel egyre későbbet távozik. Hideg támad, béfagynak a vizek, és a sötétség uralma egyre jobban kezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk. Eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit az esztendő alatt elkövettünk. És amikor elérkezik a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászál közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogyha az Úristen alátekint a földre, világot lásson ott, és ezért megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. Hát ez az igazi meséje a karácsonynak. Azért mondtam el néktek, gyermekeim, hogy megjegyezzétek jól, az emlékezzetek rá mindig. Emlékezzetek, hogy csak a szívetekbe égő gyertya menthet meg benneteket egyedül a pusztulástól. Oh,
látom, hogy a tél engem már a szorításából, hiszen tavaszodik lassan. Már a fecskék fészket kezdenek rakni az eresz alatt, s képzeljétek, már Máli nénétek kéményét, a gólya is ott kelepel. Tejet iszok és pipázok, jó híremre jól vigyázok, nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton, ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Yeah.
nehéz megszólalni a megható és felemelő pillanatok után. Megköszönöm a csodálatos műsort a Madarász Imre Egyesített óvodapedagógusainak és óvodásainak. Én biztos vagyok abban, hogy a csodafa élni fog, hiszen van, aki élteti, van, aki átadja a hagyományokat, és vannak azok, akiknek át tudják adni. Szeretet, összetartozás, emlékezet, tisztelet, ahogy a mesélő mondta, nagyon fontos szavak, nagyon fontos értékek. Nekem nincs más tisztem, mint hogy megköszönjem, hogy elfogadták meghívásunkat, és velünk együtt ünnepeltek a Magyar Kultúra Napján. Bízom abban, hogy lélekben feltöltődve térnek haza. Kérem, zárják szívükbe az itt átélt szép pillanatokat, amelyekre jó lesz visszaemlékezni a szürke hétköznapokon. Megköszönöm Csíkos Sándor művész úr ünnepi gondolatait és a műsor szereplőinek a közreműködését. Megköszönöm mindazok munkáját, segítő együttműködését, akik a mai rendezvény megvalósításában részt vettek. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. Adjon Isten jó éjszakát mindannyiunknak. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket a Déréné Kulturális Központban, a Magyar Kultúranapi ünnepségnek most lett vége, és azt gondolom picit nehéz megszólalni, hiszen nagyon szép műsort adtak az óvodások. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Gondolom önnek is nagyon tetszett a műsor. Én boldog vagyok, hogy részt vehettem ezen a mai rendezvényen, ezen a mai ünnepi eseményen. Köszönet mindenképpen Csíkos Sándor művész úrnak és a Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőkarának, a gyerekeknek, akik felléptek, akik megálmodták, akik megtervezték ezt a produkciót. Boldog lehet mindenki, aki részese lehet, és szomorú, aki nem tudott valamilyen oknál fogva eljönni erre az eseményre. Szép volt, megható és méltó volt a mai ünnepséghez. És hát tulajdonképpen két részre bonthatjuk, hiszen a művész úr egy picit a karcakhoz való kötődését idézte föl költők segítségével, az óvodások pedig a régi szokásokat elevelintették meg itt előttünk, tehát azt hiszem, hogy hagyományőrzésben is és kultúra átmentésben is volt ma részünk. Ez pontosan így van. Tulajdonképpen minden fellépő azt hiszem, hogy azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyrészt a kultúrával foglalkozzunk, ne csak ezen a napon, hanem a év minden napján, hiszen az óvodásoknak a műsora valóban 4 évszakot ölelt föl, és ezen keresztül közelítették meg ezt a fogalmat, és adták át nekünk kézzelfogható valóságban. És művész úr valóban a karcagi kultúrát és kötődését kapcsolta úgy össze, amiből ugyancsak tanulhattunk. Én remélem, hogy sok hasonló szép este lesz még részünk ebben az évben, hiszen még az év elején vagyunk, és reméljük, hogy aki megnézi, hiszen a televízión keresztül is meg tudják nagyon sokan nézni, azok is ugyanígy fognak felállni a képernyő elő, hogy igen, tényleg egy nagyon szép élményen gazdagodtak a mai napon, és ez méltó volt a Magyar Kultúra Napjához. Valóban az első nagy rendezvényünk a Magyar Kultúra Napja minden évben, és hogyha ilyen a kezdet, akkor remélem, hogy ilyen is lesz a folytatás, és egész évben hasonló színvonalú rendezvényeken vehetünk részt. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!